szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a City Skylines folytatása. A kampusz kiegészítővel. Valóban, ha már itt tartunk, akár ide meg is kezdhetnénk a kampuszt megépíteni. Oké. 26 ezer ember kell a általános egyetemi kampuszhoz, akkor azt még megvárjuk, vagy elérjük, vagy megcélozzuk. Ezek szerint kifogytunk vízből. Legyen. Legyen. És akkor felteszem, mindentől kezdve nem lesz vízhiány. És mindenki happy. Vagy legalábbis happybb, mint volt. No. Cukor. Ilyen olyan állat. Oké, és akkor lesz még egy adag állattartásunk. Remek. Mindenütt üvegház természetesen, mert milyen más lehetne még. Azt hiszem technikailag egyébként is fölösleges, de hát városon belül inkább üvegház jellegű építkezést, és mi egyebet toljunk, mint klasszikust. Wow! Erősen elmaradt a hulladékfeldolgozó kapacitásunk. Az igényektől. Oké. A következőre meg már nincs elég zseton, pedig kellene, mert még mindig szűkösen vagyunk. De hát ez van. És most az árammal is. Kezdünk problémázni. Pedig bőven jók vagyunk. Bőven jók vagyunk.
Remek! Jó kis büdös város. Ez a telep meg időről időre betegre keresi magát nekem. Mitől függ a munkások száma? Meglátjuk, még egy kell. Egy kis növekedés. Meg egy adag termelt cumó. Látom, a munkások száma az megvan. A termelt cumó meg idővel majd eléri a következő szint képességeit. Vagy nem. Remek. Egészségügy. Hát nem azt mondom, hogy tökéletes. Oké. Ide még bőven lehetne kiterjedni a városunknak. Azt mondod, van ahova, nem? Hát amennyire látom, itt mindenhova elér. Jó, lehet, hogy egy-két nagyon apró sarokház, vagy ilyesmi az. De hát az nem izgat. Különösebben. 26 ezer a cél, és utána jön a egyetem. És akkor valószínűleg azzal fogunk egy kört szórakozni, hogy építünk egy egyetemet. Miközben hagyjuk a várost egy kicsit önmagában működni. De előtte mondjuk egy erőművet még építünk, egy ilyen naperőművet. Ha már a játék ezt preferálja. Fincsi kis szennyezés. Úgy is kell. Okay. Oké. Okay. Ja, hogy ez volt az egyetlen összeköttetés. Upszi! Jó, és ez elvileg 2x240-et ad. Ja. De azért a több, mint az összes igényünk, úgyhogy ezt minden estül le lehet bontani. Szélkerék farmot. Itt
Jó lenne, nem kérdezni meg mindegyiknél. Annyira nem vicces. Remek, elértük. No, kirakunk még egyet. Ebből a... Oké. És akkor bőven van áramunk. Ugye? Úgy bizony, már kétszer annyi, mint amennyi kell. Oké. Create campus area. És az hol készítem a... Ezt itt. Nem azért a vonat az nem lesz a kampusznak a része. De amit lehet a többit, azt igen. Ez itt lesz az így. A mi kis egyetemünk. Jó. 50 000-be kerül. Központi épület. Oké. Na, hol van itt a... Oké. És ezen belül lett gyakorlatilag az egyetem. Jó.
Ja, hogy hirtelen vagy 20 000 zseton elment. Fincsi. Fincsi költség. Az apró kis hiányok, azok apró kis hiányok, azok nem izgatnak. Van bőven. Túlzás, hogy van bőven, de azt mondjuk le tudunk gyorsan rakni egyet. És elvileg megvegyünk 600 000-re. Ugye? Igen, jó. Abban csak meg lesz a egyetemünk üzemeltetése. Itt a kvázi lakónegyedből kiindulva. Ez a külső. Az is valami. Külső zónán ugye gyenge lakózóna lehet. Mert az végül is a kiszolgálást adja. Azzal senkinek semmi baja. Inkább ipari igénye a bír persze most a vidékünk, beszélni nehéz. Futsal klub, mert valóban az a legfontosabb. Jogi iskola. Százezer, wow, picit drága. No. Egyelőre nem sok bevételünk és egyebünk van, csak kiadásaink. Nulla hallgató. Oké. Okay.
Mennyivel drágább? Sokkal drágább? Nem, sokkal drágább. No, hát kellemes kis séta lesz. Ezt a gyalogutat megejteni. Ingyen kaja. Hát majd meglátjuk. Nyilván azért a standard oktatási program az ott lesz. Na és tudunk-e? Remek. Na, innen már jöhetnek az első tanulók. Nem sokan vannak, de jöhetnek. De hát ki tudja. Bla bla bla. Úgy látom, az elején csak a jogi iskolára futhatunk. Elképesztően drága programok. Hát haladunk. Ez a 25 ezer, ez jól hangzik, nem biztos, hogy ezt minden héten tudjuk, mint bevételt. Nem, nem tudjuk, nagyon nem. Na, oda éppen, hogy befér. Hát majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy ez hogy áll. Kinézetünk már egész emberi. Hát csak lakók vagy hallgatók kellenének. No, hát nyomokban elkezdtük az egyetem építését. Folytatjuk innen legközelebb, mára ennyi. Valószínűleg a ipari program kiegészítésével itt a
valahol. Valahol kerítünk egy újabb ipari negyedet, mondjuk itt. Mára ennyi.